köszöntelek titeket a Politika az online térben Fantázia nevű kerekasztal beszélgetésünkön, és a vendégeket is, akik Hetei Péter, a Card blog fele. Ésik Sándor ügyvéd, a Diétás Magyar Múzsa szerzője, szerkesztője. Tóth Jakab, a Partizán műsorvezetője. És Krekó Péter, a Political Capital ügyvezető igazgatója. Egész pont. Na hát az első kérdés az az, hogy hogyan találkoztatok az online platformokon zajló politizálással, illetve mi motivált titeket abban, hogy elkezdjétek, vagy a Péter esetében vizsgálni kezdje ezt a jelenséget, illetve hogy van-e olyan szereplő itthon vagy külföldön, aki hatással volt rátok, vagy a munkássága? Üdvözlök mindenkit először is. Hát mi ránk egy román játékfejlesztő volt legnagyobb hatással, ugyanis a Card, mint olyan, az egy internetes böngészős játékból indult ki, azt e-Republicnak hívták, és ott az ilyen ország szimuláció volt, ahol voltak pártok, voltak országgyűlési választások, és így tovább. És a Card, mint olyan, az ott volt egy párt tulajdonképpen, ami aztán utána kilépett a való életben tulajdonképpen, de ebben a játékban is, mivel ugye volt választások, volt országgyűlési választás, elnöki választás, ilyesmi, azért ott már mentek ilyen viták nyilván a játék keretein belül. Nem mi vagyunk onnan a legérdekesebbek, például onnan indult a Jánbor András is, ővel ott találkoztunk, és a Card blog lényegében azért született meg, mert a Card blog másik fele, aki most nincs itt, a Tímár Gábor, ő még nagyon régen a 2010-es évek elején írt egy cikket, és megkérdezte a Jánbor Andrást, aki akkor már a Kettős Mérce blogot vitte, hogy ezt kiteheti-e oda, de nekik az túl balos volt a mérce ahhoz képest, a poszthoz képest, amit szeretett volna kitenni, és akkor ezen felbuzdulva, na, ha oda nem, na, akkor mi is csinálunk egy blogot, és akkor így indult a Card blog, még annak idején a blog.hu-n. Tehát egy ilyen rendkívül kalandosnak mondható úton indult el tulajdonképpen, és onnan ment aztán tovább a blog.hu felületén, utána pedig a Facebookon végül is. Tehát mi így kerültünk bele ebbe az online politika közegbe. Én közléskényszeres okoskodó pöcs vagyok, és ezt élem ki az interneten. Sziasztok! Engem már nem a blogos, írott sajtós része szocializált ebbe az egész történetbe a médiának, hanem sokkal inkább a videós szekciója, azon belül is a YouTube. Még volt anno olyan, hogy Antifaces. Szerintem gyerekkoromban az volt az ilyen első találkozásom bármifajta kritikai gondolkodással, ami egy ilyen nagyon vlogos, nagyon buta dolog volt, de valahol el kell kezdeni. És utána meg hát nem biztos, hogy meglepő, de volt egy Slime nevű YouTube csatorna, amit a Gulyás Marci csinált, és tulajdonképpen az volt az első olyan audiovizuális politikával foglalkozó média termék, amit fogyasztottam. Hát ennek nyilván vannak generációs okai is, meg ilyen szubjektívek is, hogy valamiért engem kevésbé ez a blogos önkifejezés, vagy a blogos írott önkifejezés érdekelt, hanem sokkal inkább az audiovizuális megfogalmazása ezeknek a kérdéseknek. Sziasztok, és nagyon köszönöm a meghívást. Ez egy elég hálátlan szerep, hogy vannak itt hárman, akik aktívan űznek valami nagyon érdekeset, én meg elemzőként itt vagyok, akinek ráadásul is ez a fő elemzési, tehát nem ez a fő szakterület, én manapság inkább dezinformáció elemzésével foglalkozom. Ami engem rám, ami legnagyobb hatással volt így a kezdeti tanulmányok során, az Vona Gábor volt, mert az első ilyen fontos elemzést még a Brit Démosszal közösen a magyar szélső jobb oldal Facebook jelenlétéről, azt Vona Gábor és a Jobbik
követőinek az elemzésen keresztül bontottuk ki, és ez meg egy olyan időszak volt még 2012 körül, amikor Vona Gábornak, ha jól emlékszem, 5-10-szer annyi követője volt a Facebookon, mint Orbán Viktornak, és a Jobbik volt messze a legkövetettebb párt a magyar szervezetek közül a Facebookon. Aztán 2013-2014 között csináltuk egy olyan tanulmányt, ami már az ilyen, hát a két farkúak is benne voltak a mintában, de akkor benne volt a Milla, az Együtt, stb. Az ilyen nem pártként önmeghatározó, de politikai mozgalmakat vizsgáltuk. De ami szerintem talán érdekesebből az, hogy én azt hiszem, hogy ez a szélsőjobb oldalnak az online vonzereje az továbbra is megvan. Azért manapság a Mi Hazánk mozgalomnak a videóit, például ha megnézitek az Inforádión, akkor átlagosan 10-szer annyian nézik meg, mint a velük készült interjúkat, mint akármilyen másik interjút nagyjából. Ha már így a Mi Hazánk szóba került, akkor a következő kérdésem az lenne, hogy mi volt a legutóbbi emlékezetes kétfarkú kutyapárt ügy, amivel online találkoztatok, illetve hogyan értékelitek a kutyapárt online politikai kommunikációját, mit csinálunk jól és mit rosszul. És akkor ezúttal Péter kezdje, hogyha kérhetem. Aha, hát nem tudom, hogy erről van érdemi jó gondolatom. Úgyhogy inkább általános, egy másik kérdést válaszolok meg, de ami olyan, mintha te kérdésedet válaszolnál meg. Köszönöm. Szóval én annyiban helyezném ezt általános keretbe, hogy szerintem amit a kétfarkú kutyapárt csinál, az egy tök jó kísérlet abból a szempontból, hogy van-e a humor alapú politikai kommunikációnak kellő tömegtábora, abból a szempontból, hogy ad egy értéke az emberek kellően sokan az iróniát, mert nekem az a szomorú tapasztalatom, hogy nagyon sokan nem. De hát említhetnék ilyen példákat, a Dezső Andris szerintem még az Indexnél írt egy cikket arról, ilyen teljesen kamu elemzést arról, hogy milyen választás után, a 2018-as választás után, hogy milyen értesülések vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan fog felállni az új kormány, és ilyen teljesen bornírt mondatokkal teleírta, hogy Orbán Viktor majd a legkompetensebbek, de a leglojálisabbak közül választ, és az egész cikk az egy kamu cikk volt, de voltam benne az ATV-n úgy, hogy feltették nekem azt a kérdést, hogy ezekről az értesülésekről mit gondolok. Tehát még egy újságíró se tudta dekódolni azt, hogy ez egy irónia. Tehát ezzel kapcsolatban egyébként kíváncsi lennék a tapasztalataitokra. Tehát a viccet nem mindenki érti, egy, kettő. Én korábban nagyon hittem abba, hogy az autoriter rendszerek, a szélsőségesek, stb. Ellen a humor a legjobb eszköz. De erről már egyáltalán nem vagyok meggyőződve, és egyébként amiatt, mert a humort a legtöbbet manapság ilyen trollkodási eszközként egyébként az erős hatalom tudja használni. Peter Pomerantsevnek van a This is not propaganda című könyve, amiben a Soros bibliaként is emlegetett Szrdja Popovics útmutató a forradalomhoz című könyvének egy alaptézisét vizsgálja meg, és az alaptézis ugyebár az, hogy a diktátorokat az ilyen vicces, békés, kedves akciók, amiket egyébként sok szempontból ti is csináltok, szóval azok tudják igazából kibillenteni az egyensúlyából, mert hogy azzal nem tudnak mit kezdeni, mert nem tudnak hogy reagálni a provokációra, stb. És erre csomó példát hoz. Manapság szerintem, hogyha mondjuk megnézzük a Megafont, amit csomószor viccesen figurázza ki, ugyebár az ellenzéki szereplőket, az ellenzéki megmondó embereket, stb. Szóval a hatalom szerintem kicsit kezdi kisajátítani ezt a fajta ilyen humoros, vagy humorosnak szánt kommunikációs stílus. Tehát én nagyon drukkolok annak, hogy a ti kommunikációtok hogy irányvonalában egyébként sikeres legyen, és a közvéleménykutatások egyébként mintha arról szólnának, hogy ez sikeres tud lenni, de van bennem egy kicsi kétel. Úgyhogy tudom, hogy nem válaszoltam meg a kérdésedet, de ennyire tellem. De akkor mondok én konkrétumokat. Azért két videó volt, két YouTube videó, ami így organikusan elért. Mind a kettőt a Gergő csinálta. A 12. kerületi Pokorninak az ügyei, hogy hogyan lett az oktatási célra szánt kessekből hát magánvagyon. A másik pedig... most nem jut el eszembe. Na mindegy, de volt egy másik videó. De az sokkal jobb. Ez csak azért érdekes, mert ugye mind a kettő YouTube videó, és a magyar
közéleti nyilvánosságnak szerintem egy ilyen sajátossága vagy érdekessége, hogy ellentétben mondjuk más országokkal, ahol a podcastek akár ugyanannyira nagyot tudnak beledobni a latba, Magyarországon a YouTube mint platform, az gyakorlatilag tökéletesen leuralta a politikai beszédet a social médiában. Illetve ott van még a Facebook, aminek viszont tényleg van egy generációs aspektusa, hogy én azt már egyáltalán se nem ismerem, se nem használom. Amikor oda kerülnek ki anyagaim, akkor igazából azt érzem, hogy így sóval behinteném az egészet, és akkor így vigyék a kutyák, vagy nem tudom, mert borzasztóan eltrollosodott, borzalmasan, hogy mondjam, az ilyen elsődleges ösztönkiélésekre van használva. Értelmes kommunikációt folytatni rajta én nem tudtam soha, baromállatságokra reagálni nem látom értelmét, szóval, hogy ezért ott van a YouTube, és ugye a kutyának is vannak ez a két videója, amit én kifejezetten szerettem, és az is YouTube. Nem tudom, hogy miért nincs Instagram például. Hát vanni van, de hogy mondjam, lehet, hogy rosszul látom, de mintha energiában nem ugyanannyi menne bele mondjuk az Instagramba, meg a TikTokba. A TikTok az amúgy az jó, mint a YouTube-ba, de ez egy jól felfogott magyar realitás egyébként, hogy a legtöbb energiát a YouTube kell, hogy elvigye. És abban a szempontban is hasonló esetleg, ha már mi hazánkból jöttünk ide, meg a szélső jobb oldalról, hogy mind a két videóban az történik, amit egyébként a Toroczkai is csinál, hogy egy aktív politikus oknyomozó anyagot készít. Műfajilag ugyanaz a kettő, és ez megy. Ez működik, ezt nézik is az emberek, meg valahogy el is lehet adni. A kérdés az szerintem az, hogyha mondjuk ti csináltok egy ilyen anyagot, akkor bekerültek ugyanebbe a versenybe, ugyanebbe a kontextusban, benne a Toroczkai is gyárt ilyen anyagokat, de azzal hogy versenyezzél, hogy ha még effektíve, explicit zsidózás nincs is benne, akkor is azzal hogy versenyezzél, hogy hát itt van a háttérhatalom székhelye, amit a tudjuk kik irányítanak, és ez egy olyan, hogy mondjam, nézői vágykielégítés hordoz magában, amit egy sima oknyomozó anyag nem, hiszen nincs benne ez az UFO magazin faktor, amit jó indulattal nevezhetek UFO magazinnak, rossz indulattal nevezhetem nettó náci baromságnak is. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ezzel hogy lehet úgy versenyezni, hogy valahogy érzelmileg is megfogd a nézőt, de ugyanakkor még nem ennyire bele az ilyen őrültségekbe, és akkor ott van mellette a sztori, ami meg ugye effektíve általában erős, és mind a kettő esetben egy legit oknyomozó anyagról volt szó. Úgyhogy ezeket tudnám én kiemelni, meg azt, hogy kicsit jobban ráfeküdni a hangra, meg a képre, mert megint csak Toroczkai, hogy azért azok képileg is nagyon meg vannak csinálva. Azok meg vannak szépen coloringelve, fel van véve hang, szóval, hogy valahogy itt már van egy minimum, ami megnőtt a YouTube-on szerintem a tekintetben, hogy mi az, amit még el lehet adni, és mi az, ami már ciki egy kicsit. A Facebookkal kapcsolatban tökéletesen egyetértek, tehát ugye az én oldalam is hamarosan elmenekül onnan. Nehéz a Facebookon jól kommunikálni, sőt, majdhogy nem lehetetlen. Egyébként ez a MKKP egyik jelentős achievementje, hogy a Diétás Magyar Múzsa komment szekciójában majdnem pontosan ugyanolyan sértődött komment zsihád tud jönni, ha beszólok az MKKP-nak, mintha a DK-nak szólnék be, úgyhogy thumbs up, ez jól megy. Nem küldjük őket így direkt. És fizetitek is. Arra kérdése, hogy mi az, amit a kutyapárt jól csinál, kielégít egy piaci igényt. Nagyon sokszor és sokszor szokott esni arról, hogy mi az, amire a magyar választópolgárnak igénye van, és erről különböző pártvezetők hosszasan szoktak értekezni, meg ilyen politikai kommentátorok is. Én nem tudom pontosan felsorolni, hogy mire van igénye a magyar választóknak, de az egyik dolog, amire igényük van, az az agresszív, beszólogató, kóstolgató, konfliktuskereső kommunikáció hiánya. Tehát, hogy legyen egy olyan tér, legyen egy olyan szervezet, amelyik azt mondja, hogy én nem a migránsok ellen, én nem a sorosok ellen, én nem akárki ellen kommunikálok, hanem valami ennél békésebbet. Na most az egy nagyon jó kérdés, hogy ezt lehetne úgy csinálni, hogy közben ez a kicsit vicces, kicsit szándékosan amatőr karakter, ami az MKKP sajátja, az ki van belőle hagyva. De jelenleg a magyar politikai palettán az MKKP az egyetlen olyan párt, amelyik
ha kimondva nem is, de fő üzenetként ezt közvetíti, hogy ez az a párt, amelyik nem akar beszólni, ez az a párt, amelyik nem akarja sorban a utca mentén a lámpaoszlopokra fellógatni a nem tudom én kiket, és ez a vonzó faktora, de azt megerősítem, amit te mondtál, hogy valóban, tehát hogy előbb-utóbb talán szükség van arra a lépésre, hogy ez az amatőr faktor, ami jelenleg szintén vonzó, ez inkább szimbolikussá váljon, és közben azért a kommunikáció technikai háttere meg profi legyen. Amit jól csinált a párt korábban, ez egy nagyon régi ügy, ami nekem megmaradt. Ez még a migránsválság közepette volt, amikor ilyen plakátokat tett ki a párt, és erre ezt közösségi finanszírozásból oldottátok meg. És akkor erre volt azt mondom, Gergőnek a mondása, hogy feltalálta az MKKP a projekt alapú pártfinanszírozást. Ugye, hogy ez volt az, amikor mondtátok, hogy na, ezek a plakátok lesznek kirakva, ez ennyibe kerül, erre adjátok be a pénzt. Szerintem ez egy tök korrekt dolog egyébként, tehát van egy világosan kitűzött cél, annak van egy finanszírozási igénye, és azt a közösség össze tudja adni, és világosan látszódik, hogy mi a cél, mi fog történni, és szerintem ez egy tök jó kezdeményezés volt. Visszareflektálnék egy kicsit először a Jakabra, itt a politikusoknak az oknyomozó szerepével kapcsolatban. Szerintem ez egyszerűen szereptévesztés. Tehát, hogy a politikusnak nem az lenne a dolga, hogy oknyomozó anyagokat végezzen, tehát praktikusan a sajtó munkáját végezze, hanem nekik szavazókat kell szerezni. És gyakorlatilag ez látható az ellenzéki térfélen, hogy az összes politikus ezzel próbálkozik. Viszont, hogy mindenféle ügyeket próbálnak felkarolni, azt kiviszik a nyilvánosság elé, és ebből gondolják azt, hogy aztán szavazóik lesznek. De én azt gondolom, hogy ez egyszerűen a saját szavazóiknak az igényeinek a kielégítése. Tehát a Toroczkai ugye gyakorlatilag csinál műsorokat a saját közönségének. Azt érdekes lenne látni, hogy ebből mennyi új szavazót vonzanak be. Nekem ezzel kapcsolatban vannak kétségeim, hogy ez át tud ütni egy bizonyos plafont. És még egy dolog, az irónia felmerült, és az irónia az tényleg egyértelmű, hogy nagyon kevesen nem értik. Most egy egészen friss példa. A napokban kitettünk egy mémet, itt ugye kiderült most, hogy a Nyíregyházán is lesz egy újabb akúgyárja, és erre reflektálva tettünk egy képet, hogy Nyíregy China lesz ugye a Nyíregyházából, és erre nagyon sok ilyen negatív kommentet kaptunk, hogy hát akkor mi is beállunk itt ebbe a xenofób vonalra, és nem feltétlenül mindig ment át az irónia. Viszont utána így a kommentek között volt egy olyan válaszunk az egyik ilyen felvetésre, hogy igen, hát végülis azt is csinálhatnánk, hogy szervezünk egy felvonulást, amiben nagyon támogatjuk, kifejezzük a támogatásunkat a kormány politikája mellett, hogy végre Magyarországra is elhozzák a multikultit. És akkor erre jöttek ilyen pozitív válaszok, hogy igen, ez tök jó. Tehát ez például klasszikusan a kutyapártnak a korábbi ilyen béke menetének az újra feldolgozása lenne. Ötletként be is van dobva, tehát nyugodtan szerintem lehet szervezni akár így az 500 ezer vendégmunkás megünneplésére egy ilyen multikulti rendezvény menetet, hogy mennyire örülünk itt az európai zálódásnak. Jó, hát van kérdés a kutyapártal, ami most elhangzottakkal kapcsolatban, akkor egy kicsit még tartsátok magatokban, mert lesz ilyen, hogy a közönség kérdezhet természetesen. Viszont ha már ez így szóba került részben, akkor az egy elég lényeges kérdés, különösen is, hogy a plakátkampányt említetted, mint látványos kutyapártos akciót, hogy az online és az offline politikai kommunikációnak a fontossága, tehát a felületek fontossága, az milyen arányban van, tehát milyen hatásában milyen arányban van a úgynevezett választópolgárokra, és mikor jöttek rá egyáltalán Magyarországon a politikai pártok, hogy használniuk kell tulajdonképpen a online felületeket, és vannak-e mérföldkövek, most nyilván nem muszáj a internettó 98-as megalakulásáig visszamenni, de ha tudtok példákat, akkor azt is szívesen hallgatom meg, Péter.
Szerintem az egyetlen, vagy az egyértelmű ilyen legnagyobb mérföldkő az ugye a 2019-es önkormányzati választások után volt, amikor a Fidesz még nem ment rá erre az online felületre, és akkor ott ugye voltak is ilyen meglepetések. Tehát ugye az volt talán az utolsó olyan választás, ahol az ellenzék még úgy szerepelt, ahol meglepetést tudott okozni. És ennek az egyik oka az volt, hogy a Fidesz egyszerűen kihagyta ezt a közösségi médiás teret. Ugye akkor az volt a kommunikációjuk, hogy na majd mi itt szépen akkor itt megregulázzuk a különböző social media cégeket. Ugye mentek itt a nagy nyilatkozatok, még a Varga Gyurit is kiállt, hogy na majd most itt aztán lesz rendrakás. Aztán persze nyilván felismerték, hogy ez nem fog menni, és hogyha legyőzni nem tudják, akkor használjuk, és akkor ennek lett a következménye a Megafon. Illetve ez az online nyomulásuk, amit azóta is előadnak. Ugyanakkor szerintem itt már láthatóak bizonyos határok, tehát a Megafon esetében is megfigyelhetőek szerintünk, hogy tehát ők is elértek egy plafont, tehát egy bizonyos elérésen túl nem tudnak növekedni, egyszerűen a Facebook lehúzza az ilyen közösségi, vagy az ilyen közéleti témákat, és hiába tehát meg lehet támogatni iszonyat pénzekkel, de hogy vertikálisan már nem tudnak növekedni, ezért van az, amit most láttok, hogy most már nem egy-egy megafonos arcot tolnak, hanem mindenféle, tehát szélesíteni próbálják a palettát, és akkor jönnek az ilyen öreg rockerek, meg a jobb érzés, meg a többi hasonló. Tehát szélesíteni próbálják, nem egy-egy embert tolnak. Én úgy gondolom, hogy a magyar online sajtó vagy online politikai kommunikációnak egy jelentős része az valójában nem online sajtó vagy online politikai kommunikáció, hanem az offline sajtó és politikai kommunikáció online eladva. Tehát rendkívül sok olyan felület van, ami gyakorlatilag, tehát ugye itt például a szétrombolt jobboldali újságok, ugye Heti Válasz, Régi Magyar Nemzet online mutációi, ők elkezdték megírni ugyanazt az újságot nyomdaköltség nélkül. És ezért nehéz is arra válaszolni, hogy mi az, ami jól elérné a választókat, mert a legtöbb olyan nagy vagy nagy elérésű online politikai sajtó vagy influencer felület, ami hirtelen az embernek az eszébe jut, az lényegében egy újság szerepét tölti be, és olyan szempontból nem korszerű online valami, hogy úgy működjön, ahogy már az ilyen digital native generációk az internetet használják. Kevés interakció, kevés személyeshez hasonlító kontakt, úgy, ahogy egy influencer kommunikál a követőivel. Tehát e tekintetben nagy lemaradásban van Magyarország a fejlett nyugathoz képest ebben is, mint minden másban. Nyilván vannak ebben változások, nyilván például a Partizán az egy olyan dolog, ami ide sorolható, de ezért is nehéz arra válaszolni, hogy ez majd hogy fog hatni a választókra, mert az a kérdés, hogy milyen választókra. Tehát, mert online tartalmat fogyaszt a DK-s nyugdíjas bácsi néni, aki ki akarja nyitni az internetet, oda akar lapozni arra az oldalra, ahol megmondják, hogy Orbán Viktor hülye, elolvasta, hogy Orbán Viktor hülye, utána bezárja az internetet, esetleg megnézi az unokái képeit. Ez ez módszerében online, de semmi másban nem online kommunikáció. Nem lehet arra a kérdésre válaszolni, hogy mi lesz akkor, amikor többségbe kerül az, akit ez nem érdekel. Mert mi, akik itt ülünk, félig meddig mi is ebben az old school bizniszben utazunk, te nem, de az, hogy majd, ha eljön az internetes politikai kommunikáció, akkor arról nem minket kell majd megkérdezni. Egyébként kritikának is simán el tudunk fogadni, mert ez egy érdekes felvetés, hogy offline dolog online, szóval ugye a Partizán esetében is ez lehet egy legitim kritika szerintem, hogy nagyon gyakran nagyon konzervatívak vagyunk, nagyon tévészerű, nagyon tévészagú, nagyon tévészerű a működés, ami nyilván egyfelől szól annak is, hogy olyan tévéink vannak, amilyenek, szóval hogyha ezt megcsinálod egy kicsit értelmesebben, akkor az már egy piaci rés. Másfelől viszont igen, ez engem is foglalkoztat, hogy hogyan lehetne YouTube-osabb, vagy hogy mondjam, lazább az egész történet. Az az érdekes, hogy ebben a szempontból szerintem nagyon nem találkozik a valósággal az én percepcióm annak tekintetében, hogy az online mekkora súllyal bír.
Most volt a júniusban jött ki a Mérték Média elemző műhelynek egy kutatása, ahonnan kiírtam pár ilyen adatot, hogy szemléltetni lehessen azt, hogy mi a helyzet online és offline médiafogyasztással kapcsolatban. Ez egy elméletleg reprezentatív kutatás volt, és az van, hogy a teljes szavazókörű népesség tekintetében a 70% inkább a netről tájékozódik, 49% inkább a tévéből, és akkor itt jönnek még a futottak még kategóriában a rádió 29%-kal, napilapok 10%-kal, hetilapok 6-7%-kal. Na most ez egy átlagolt eredmény. És ez még önmagában találkozik is a percepciójával az embernek, hogy hát akkor most jön az online világ és társai. De ugye ez egy átlagolt eredmény. És ha megnézzük például azt, hogy a 8 osztályt el nem végzettek tekintetében mondjuk hogy áll ez a dolog, akkor ott azt látjuk, hogy 73% televízióból értesül. A diplomások esetében ez már csak 30%. Érdekes, hogy a lakhely vagy a lakóhely az nem jelentett különösebb különbséget, az ugyanúgy pár százalék, vagy kb. ugyanúgy osztotta el az embereket, az iskolázottság. Az, ami nagy különbség volt. Az, hogy meg hogy hogyan alakul ez a tendencia, ott valamiért 2018-ban volt egy nagy váltás, ennek valószínűleg több oka van, biztos benne volt a választások, a G-nap, stb. Ami még korábban volt, mindegy. Szóval, hogy 18-ban indult el lefelé a tévé, és felfelé az internet. Ők állítólag 20-ban találkoztak, valószínűleg Covid, és 2020-tól vette át az internet és az online úgy általában, nagy általánosságban azt a szerepet, amit addig a tévé töltött be, magyarán az elsődleges tájékozódási forrásnak a szerepét. Na az, hogy most ez mit jelent, mert hogy én ezt így igazából ilyen média szempontból, meg esztétikai szempontokból, meg ilyesmiből tudom megfogni. De hogy ez szavazatokra lefordítva mit jelenthet? Mit jelenthet az, hogy a fiatalok egyre kevésbé, azért azt látszott, hogy ők is egyre kevésbé a tévéből tájékozódnak, hogyha ők mondjuk így elkezdenek felülreprezentáltak lenni, vagy jobban ott lenni szóval hogy többen lesznek, vagy kihalnak azok, akik inkább már a Facebookon és a többibe mozognak. Akkor ott mi lesz, azt nem tudom. Meg ugye azt sem érdemes összekeverni, hogy attól, még meg valaki online, meg attól, még meg valaki ellenzéki orgánumokat olvas, az nem ellenzéki szavazót jelent, hanem embereket, akik innen-onnan tájékozódnak. Ezt a kettőt amúgy néha össze lehet keverni, mert nagyon gyakran ilyen identitásformáló az is, hogy én mit olvasok, meg mit nézek, de nagyon sok embernek meg nem az. Hozzám rengetegen jöttek oda, hogy aj de jó, hogy Partizán, meg nem tudom, titeket nézlek egyedül a YouTube-on, meg a Torockait. És akkor... De jó, akkor így beszélgessünk. Szóval, ja, ezt tudom meg hozzátenni. Hát én itt folytatom, mert szerintem is ez egy nagyon fontos kutatás. Velünk egy konzorciumban van a Mérték, ami, és abban a konzorcium együttműködésben készült ez a kutatás is, és szerintem nagyon fontos abból a szempontból, hogy igen, rámutat arra, hogy Magyarország a tévé továbbra is nagyon fontos, és ugye bár minél idősebb valaki, annál fontosabb, de az a helyzet, hogy ugyebár a magyar politika, mint az európai politika többsége, az az időseknek játszik. Ugyebár a klasszikus marketingben van az az alapszabály, hogy 49 éves korig targetálod nagyjából a fogyasztókat. A politikai marketing az ennek az inverse, az 49 év fölött, mert egy idősödő társadalomban, ahol ráadásul tehát a szavazók több mint egyharmada nyugdíjas, az nyugdíjasok a legaktívabbak, ők mennek el a legnagyobb arányban szavazni, tehát hogy 40% felett van azon szavazók aránya, akik részt vesznek a választásokon, és nyugdíjasok. És ráadásul ugyebár a Fidesz sikerét nem kis részben annak köszönheti, hogy sikerült a nyugdíjasok körében nagyon megszilárdítani a szavazóbázisát. A Medián egyik kutatása azt mutatta, hogy 70% felett van a 65 pluszos aktív szavazók körében a Fidesz támogatottsága. Tehát a nyugdíjas korcsoportban 70% feletti a támogatottságuk, a 18-35 éves korosztályban 20% alatti. Persze ott van mellette a Mi Hazánk mozgalom, ami abban a korosztályban azért viszonylag népszerű, de ezzel együtt azért nagyon látszik, hogy az a
és korábban ez volt a szocialista párt sikerének a titka is, tehát aki a nyugdíjasokat meg tudja szólítani, általában az nyeri meg a választásokat. És ebből a szempontból én teljesen megértem azt, hogyha azt mondjátok, hogy a Facebook az egy rettenetes hely, és tényleg ott időt eltölteni az csak a lelki és szellemi leépüléshez vezet, de ezzel együtt nem véletlen, hogy iszonyatos pénzeket költ el ott az állampárt. És ugyebár én azt hiszem, hogy legutóbbi választáson, és ebből a szempontból én kevésbé láttam még ezt a növekedési plafonját a Megafonnak, vagy az a plafon az olyan plafon, amit nem biztos, hogy túl kell lépni a Fidesznek ahhoz, hogy választást nyerjen. Tehát, hogy a legutóbbi választáson azt mutatta meg a Fidesz, hogy a Facebookot ugyanúgy lehet uralni, mint a hagyományos médiát. És ebből a szempontból szinte mindegy az a kérdés, hogy online vagy offline, mert hogyha ilyen technikailag jól kinéző videókat közepes tartalommal, de posztonként 10 millió forintokkal megtolva odatolsz az emberek arcába, annak van hatása a közvéleményre. És mi általában a közvéleménykutatási adatokat vizsgáljuk, és azon, hát én azt hiszem, hogy ki lehet jelenteni, hogy Magyarország egy ilyen szociálpszichológiai laboratórium, ahol szinte az utóbbi években, mondjuk utóbbi 3 évben a Fidesznek nem volt nagyon olyan húzása, ami mögé ne tudott volna a többséget kreálni, de a saját szavazótáborában ez egészen biztosan igaz. Aki meg ugyebár a saját szavazótáborán túl van, az nem is nagyon érdekes, azt nem mérik ugyebár a Finkelsteini közvéleménykutatási módszertan alapján. Tehát ebből a szempontból szerintem ez a kérdés, hogy online vagy offline, az a mai magyar valóságban szinte érvényét vesztette, mert a Facebookon keresztül, ami az idősebb generációk számára az egyik elsődleges forrása, honnan online az információkat szerzik, az még ugyanúgy leuralható, mint a többi médium, és ebből a szempontból egy kicsit pesszimista vagyok. Tehát, hogy lehet, hogy vannak más, jobb közösségi média platformok, egy dolog biztos, hogy közös lesz bennük, hirdetési pénzt nagyon szeretik, és nem szeretnének attól megszabadulni. És ha valaki oda megy, és jaj, hát én nem párt vagyok, hanem csak társadalmi szervezet, de el szeretnék itt költeni 1 milliárd forintot, valahogy megtalálják annak a módját, hogy ezt megtegyék, és utána igazából azok fognak rosszul járni, akiknek nincsen, szerintem például az új Facebook szabályzások alapján, akinek nincsen 1 milliárd forintja, hogy elköltse hirdetése, mert ő nem tudja az emberek arcába tolni erőszakkal és rengeteg pénzzel a közéleti tartalmait, míg akinek meg van sok pénze, az tudja. Tehát, hogy ez a közösségi média modell, tudom, ez nagyon olcsó dolog, közösségi média bashing, de hogy ez nem nagyon kedves szerintem az ilyen ötletes, de forrással nem rendelkező politikai kezdeményezéseknek. Kicsit úgy láttam, hogy erre lehet, hogy reagálnátok ti is esetleg. Úgyhogy röviden akkor inkább úgy kérdezném meg, hogy ezek szerint tulajdonképpen azt számít, hogy mennyi pénze van valakinek, mert hogy nagy online sikereket, mint a Like bajnokság, Jakab Péter általi többszöri megnyerése a Telexen, illetőleg Márki-Zay Péter is nagyon szeretett büszkélkedni, hogy neki van Reddit felhasználói oldala, meg mémeket gyártanak róla, tehát hogy tulajdonképpen ez kevés, amit a magyar hatpárti ellenzék időnként úgy állított be, hogy ez valami óriási elsőprő siker tulajdonképpen. Igazából szerintem, ami itt fontos, az ugye az időzítés. Tehát, hogy lehet, hogy a Jakab Péter kiváló eléréseket tudott csinálni adott időszakban, vagy akár a Márki-Zay Péter is, de a kritikus időszakokban, tehát a kampány időszakokban, ahogy a Péter is mondta, egyszerűen nem tudják, tehát lehetetlen felülfinanszírozni a Fideszt. És akkor hiába gondolja azt valaki, hogy ő nem tudom, februárban milyen jó eredményeket ért el a lájbajnokságban, hogyha eljön az április, amikor ráfordulunk a kampányra, és akkor utána már senki más nem fog tudni megjelenni az online felületeken, és uralkodóvá válik az a narratíva, amit ugye a Fidesz közölni akar. Tehát, hogy én ebben látom ezt, hogy lehet adott időszakban kiemelkedni, de a kritikus időszakban nem lehet felülfinanszírozni a Fidesz, nem pillanatban, azt gondolom. Ezzel kapcsolatban igyekszem gyorsan, mert több dolgot is akarok mondani. Az egyik, az amit Péter mondott, hogy a jó minőségben közepes minőségű, jó technikai minőségben közepes tartalom, ez
tulajdonképpen ez fehér zaj, amit a, például a Megafonnal a Fidesz gyárt. Tehát például most a legutóbb egy 3 hetes kampány nyomott a Megafon arról, hogy Karácsony Gergelynek honnan van 500 millió forintja. Tök mindegy, honnan van 500 millió forintja. Vagy nem mindegy, a kampány szempontjából volt mindegy. Kizárólag azért csinálták, hogy elég hangosan és sokszor elhangozzék az, hogy Karácsony és 500 millió. Ennek az egyik oka az, hogy az emberek fejébe ez beégjen, de a másik az, hogy amíg erről van szó, addig más nem hallatszik. Tehát a Fidesznek a közösségi média jelenléte az számos szempontból egyszerűen zajgenerátor. Következő mondani valom. Egy átlagos megafonosnak nagyjából 51 néhány ezer követője van, és a úgynevezett reach, amit elér a, tehát a poszt elérése a Facebookon, az ilyen millió és másfél millió körül mozog havonta. Ezek teljesen meglepő módon tökéletesen egybeesnek a diétás magyar múzsa számaival, ami még egy fillért soha nem költött Facebook hirdetésre. Ennek az egyik oka az, hogy hihetetlenül jó vagyok. Ami viszont a viccet félretéve ennek az oka az, és ami ezt a felülfinanszírozás dolgot azért tudná árnyalni, hogy a Facebookon igenis lehet organikusan is követőtábort építeni, csak az nagyon sokáig tart, és nagyon sok munkát kell beletenni. Tehát a Megafonnál rutinszerűen hoznak fel új embereket, akiket aztán adott esetben 3-4 hónap után el is dobnak, és aztán folyamatosan kasztingolják a következőt, hogy hát az majd jó lesz. Ebben nem lehet követni a Fidesz, mert ez tényleg csak úgy van, hogy itt az új arc, beledobunk 10 millió forintot, vagy jó lett, vagy pedig 10 millió forint, mi az, lopunk még 10-et. Tehát, hogy ebben nem lehet a Fidesz után menni. Abban lehet tehát azzal lehet ezzel szembe menni, ha nem a választások előtt 2 héttel gondolkozik el egy párt azon, hogy nekünk milyen online jelenlétünk van. És ebben egyébként gyengék, ti is azok vagytok, minden magyar ellenzéki párt gyenge, hogy nem történt meg az, hogy arcok következetes felépítése. Tehát a legtöbb magyar ellenzéki párt nem úgy működik, hogy a politikai üzeneteit 10, 12, 15, 20 arcon keresztül tudja kitolni a közösségi médiába, mert a két választás közötti időszakban ezek az arcok nincsenek felépítve, az organikus Facebook elérés vagy egyéb közösségi a média elérés nincs felépítve, és az utolsó dolog, amit mondani akartam, az a magyar ellenzék egyik legjelentősebb hibája, amit azt hiszem a Ceglédi fogalmazott meg úgy, hogy nem a kommentelőknek kell politizálni. A magyar online média tér tele van megmondó emberekkel, én is ezek egyike vagyok, akiknek nyilván van arról véleménye, hogy valamit mondjuk az MKKP jól csinált, vagy nem csinált jól, ami nagyon megtisztelő, ha valaki erre a véleményre ad, de egy választási sikerre hajtó pártnál nem lehet mérce az, hogy én szeretem-e, amit csinálnak, vagy nem. Az egyedüli mérce az, hogy a szavazó szavaz rá, vagy nem. 5 évvel ezelőtt a Momentum 2018-as kampányában, én ott ugye a választási programírásban részt vettem, állandó téma volt az, hogy a Dúl Szabolcs, aki akkor még az Indexnek volt a főszerkesztője, nem a Telexnek, hogy a Dúl Szabolcs miért nem szereti a Momentumot, és így néztem rájuk, hogy a gyerekek nem kurvára mindegy, hogy Dúl Szabolcs szereti a Momentumot, vagy nem. Nem Dúl Szabolcs választja a következő kormányt, hanem a választók. És erről az értelmiségi megmondó ember rétegnek politizálásra egyébként a magyar ellenzék nagyon nehezen tud leszakadni. Szerintem még az a fontos, hogy nem vagyok benne biztos, hogy van értelme külön elemezni a Megafont, szóval, hogy ez egy gépezet. Ezt úgy kell elképzelni, hogy így konkrétan a kesmalapoktól, a Megafonon át, a köztévén keresztül, a különböző bulvárlapokig és bulvártévékig, TV2 társai bezárólag van egy darab dolog, amit hát talán nem összeesküvés elmélet azt gondolni, hogy valami központi direktíva mentén irányítanak, és akkor mint egy ilyen nagy narancsárga csótány, így különböző lábakkal így összehangolva így megy előre, és így zabál fel. Szóval ez egy nagy konglomerátum, ami
aminek megvannak a funkciói a különböző lábainak. Most nem akarom megnevezni, mert nem biztos, hogy ennyire egyszerű, meg mindegyik csinál több funkciót, meg társai, de a karaktergyilkolástól, a moderált vélemények kifejtéséig megvannak a különböző csatornák, ahonnan ezt így lehet csinálni. És akkor itt majd ötmérül fel az, amiről már egyébként volt szó, hogy például szereptévesztésben van-e a politikus akkor, amikor oknyomozó anyagot csinál. Akkor ugye miért csinál oknyomozó anyagot egyáltalán, hiszen ez nem az ő dolga? Hát azért, mert tematizálni szeretne. Témákat szeretne behozni a köztudatba, ami a Fidesz esetében nagyon könnyű. Mert hogyha mondjuk az mondja, Karácsony Gergely, mit tudom én, 500 millió, nem tudom mit, ráguruló fontot, elcsort fontot, társait gyűjtögetett össze, hogyha ezt akarja átvinni a köztudatba, meg a közbeszédbe, akkor itt van ez az egész konglomerátum, ez a rohadt csótány, hát ráizítja mindegyik lábát, és akkor átmegy. Az ellenzéki szereplő mit csináljon? Kunyeráljon a partizánnál, hogy figyelj már, van egy témám, szeretném, hogyha ez így bemenjen a köztudatba. Írja ki a Facebookra, elér annyi, amennyit elér, hát lesz egy elérése, de az megint csak egy láb. Nem irigylem, az az igazság. Fogalmam nincs, hogy mi erre a jó megoldás, vagy mi van ilyenkor. Meg hát ugye akármennyire is kiszolgáltatott ez a helyzet, és akármennyire is nincs sok lehetősége arra egy politikusnak ellenzékből, hogy tematizáljon, teszem hozzá egyébként a médiának se. Szóval, hogy partizán szempontból is nagyon nehéz az, hogy mi az, amit át tudunk vinni, témát, ami nincs benne a közbeszédben, de szeretnénk, hogy benne legyen. Most nem tudom, lakhatás kérdése például, ez nagyon sokunknak szívügye. Hát szakszervezetek kérdése, nagyon sokunknak szívügye. Senkit nem érdekel, rohadtul senkit nem érdekel. Valahol reaktív a média működése úgy általában. De mindegy, szóval, hogyha még sikerülne is valahogy tematizálni a közbeszédet egy politikusnak valahogy, vagy egy médiaorgánumnak, még akkor is felmerül a kérdése annak, amit mostanában azért gyakran felmerül, hogy hol vannak a média politizálásnak a határai. Amit említettetek ti is, hogy ez az értelmiségi körnek való politizálás, és az, hogy hát a médián keresztül majd mi eljutunk az emberekhez, nem biztos. Nem biztos, hogy azon keresztül kell, nem biztos, hogy ez az egyetlen megoldás. Ez szerintem egy olyan dilemmája még a mai napig az ellenzéki nyilvánosságnak, amit nem igazán született rá kielégítő válasz, hogy ez klasszikus hatházi Jámbor vita, ami ugye erről szólt, hogy akkor most MTV székház, vagy dolgozói jogok. Nem hiszem, hogy vele megszületett a jó válasz még. Én szerintem ez nagyon fontos kérdés, ami itt felmerült, hogy mennyire lehet az online támogatottságot, nézettséget, szavazók számra lefordítani, és ezzel kapcsolatban igen, az ellenzéki oldalon vagy kisebb ez a korreláció szerintem, mint kormány oldalon, és van erre korábbi példa is, a Juhász Péter példája, aki rengeteg bombasztikus, korrupciós ügyet vét ilyen oknyomozó szerepbe, rengetegen nézték a videóit, amikor betámadta a közmédia, akkor is keményen visszaszólt, mindenki imádta osztani, lájkolni, stb. És utána az együtt nem ért el 1%-ot sem. És hogy ez szerintem mutatja, hogy ebben a felvetésben sajnos van valami, nekem azért szimpatikus ez az oknyomozó politikusi szerep, mert a sajtó részben képes ma, csak részben strukturális okok miatt, de azért van itt öncenzúra is, stb. Ellátni ezt a szerepet, és tök jó az, hogy ezt politikusok magukra vállalják. Az, hogy ez politikai sikerhez vezet, az egyáltalán nem triviális, hogy finoman fogalmazunk. Tehát, hogy tanácsolni ezt tényleg nehéz ezen a ponton, mert hogy egész egyszerűen ott arról van szó szerintem, hogy nem a politikushoz kötik feltétlenül az ügyet, hanem az ügyről beszélnek. Tehát, hogy az a fontos, hogy valaki ezt az ügyet a nyilvánosságra vitte, és lehet, hogy fejükbe marad, de az, hogy kihez kapcsolódik, az itt szerintem ezen a ponton másodlagos, ugyanúgy, mint ahogy ha elolvasunk egy fontos oknyomozó újságírói anyagot, akkor akik politikával hivatalosan foglalkoznak, lehet, hogy megjegyzik az újságíró nevét, mert ismerik, stb. De egy átlag országolvasó nem fogja az újságíró nevét megjegyezni, hanem neki a fontos az maga a sztori. És hogy igen, hogy az ellenzéki politika az mennyire ebbe a megmondó embereknek beszéljünk, hát ilyen, hogy mondjam, ilyen anakronizmusban él, arra jó példa tényleg ez a like bajnokság, ahol ezt a Hanula Zsolt, aki ezeket írja, és ezt elmondta szerintem nyilvános interjúkban is, mondta, hogy annyi telefonhívást politikusoktól, meg e-mailt, meg ilyesmit soha nem kapott. Volt olyan politikus, aki azt mondta, hogy jó, én akkor mikor is jelnik meg a like bajnokság? Oké, akkor előtte egy nappal fogok egy cikket
közölni, vagy valami nagyon bombasztikus Facebook sztorit, mert akkor hát, ha feljebb kerülök a listán. Tehát, hogy nagyon túl vannak ezek tényleg értékelve. És én is azt gondolom egyébként, hogy abban azt mondom, a populista korszakban élünk, hogy a megmondó embereknek, az ilyen véleményvezéreknek a szerepe egyébként csökken. És hogy nem azért, mert az emberek a tudást ugye az univerzumból egyenesen magukba szívják, de az a szerep önmagában, hogy valaki jaj, de nagyon okos, és ő elmondja, hogy működik a politika, a gazdaság, a közélet, stb. Ennek már sokkal kisebb a vonzereje világszerte, mint korábban, és egyébként nyilván ez a hagyományos médiát is dolgok újra gondolására készteti, de hogy nyilván ez a politikusi szerepben is okoz változást. Egy pillanatra még reflektálnék itt a politikai szerepekre, hogy ezekre az oknyomozó politikusokkal a fő probléma szerintem az, hogy ők tök jó ügyeket visznek, amik adott időpontban látványosak, tehát hogy egy hétig vagy két napig. A fő probléma az ezekkel, hogy ezek soha nem állnak össze egybe. Ugye a Fidesznek van egy nagyon hosszú ideje épített meséje, hogy mik a megfejtések a világra. Most ugye mindenki elkezdte mondani, hogy Soros Brüsszel, tehát tudjuk ezt sorolni. Az ellenzéknek nincs ilyen meséje. És ezek az egyes politikusok által előállított ügyek nem állnak össze egyetlen egy központi narratívába, ami tovább tudná vinni az ő ügyüket. Tehát, hogy nem tudom, jön egy momentumos politikus, és akkor kideríti, hogy éppen ki mennyit lopott, és akkor az felháborító mondjuk 3 napig, de nincs mögötte az a folytonosság, mert nem teszik utána mögé, hogy ez azért történik, mert most a Fidesz hazudik. És hogyha mindegyik ilyen oknyomozó politikus legalább egy párton belül fel tudná fűzni a saját ügyét a pártnak a központi meséjére, akkor lenne ennek hosszabban tartó hatása, de ez nem történik meg soha, és így ezek nem tudnak összeállni egybe. Tehát gyakorlatilag a politikusok a saját brandjüket építgetik, aminek ugye a csúcsa a hatházi, de pártokon belül ez nem áll össze egyszerűen. Ugye a diétás magyar muzsa magát konzervatív felületként határozza meg, ezért én most mondok 2 dolgot, munka és pénz. Tehát, hogy ez a kettő az, ami a proaktív politikai kommunikációból hiányzik. Abban neked tökéletesen igazad van, hogy ez az óriási narancssárga csótány, amit mától én mondtam, ez valóban eszméletlen hatékonyabban, hogyha Orbán Viktorék holnaptól a matyóhímzést tartják a nemzet ellenségének, akkor 3 napon belül az egész ország tudni fogja, hogy a matyóhímzés a nemzet ellensége, és ezzel nagyon nehéz versenyezni. De hogy mondjak egy példát, tehát ha most ebből a közegből, amiben most itt vagyunk, tökéletesen eltávolodunk abba a közegbe, ahol az MKKP-ről úgy nem nagyon vagy keveset tudnak, De ha úgy valamit hallottak harangozni az MKKP-ról, akkor azt fogják mondani, hogy ez az a párt, amelyik tarkára festi a repedezett járdákat. Oké, most ez vagy ezt gondoljátok saját magatok lényegének, vagy nem, ez most mindegy, de hogy ez a percepció, hogy ez az a párt, amelyik a járdákat tarkára festi, ez több évnyi járdák tarkára festésének az eredménye, és ez egy darab üzenet, ami beépült a köztudatba. Most egy heti kampányolással, meg egy-két ügynek a felkapásával és elengedésével nem lehet proaktív kommunikációt csinálni. Ezért van az, hogy az ellenzéki pártok és az ellenzéki sajtó is a reaktív kommunikáció rabja. Valamelyik nap vettünk egy új monitort az irodába, ami 20-valahány colos, nagyon nagy, és kíváncsiságból megnyitottuk rajta a Telexnek a címlapját. 22 anyag tudott megjelenni a monitoron, elfordítottuk ilyen függőlegesben, mert ezt is tudja, és kipróbáltuk. És a 22 anyagból, már emlékszem, hogy vagy 14, vagy 16 MTI átvétel volt. Az egy messzire vezető kérdés, hogy miért nincs Magyarországon egy másik hírügynökség az MTI-n kívül, és ezzel még egy estét lehetne beszélgetni. De hogy például a Telex néhány saját anyagot leszámítva, az egyik legnagyobb elérésű magyar online független vagy ellenzéki portál,
nem, csak reaktív kommunikációt folytat. Az, hogy egy politikusnak megadasson az, hogy ő átviszi az üzenetét a választókhoz, ahhoz legalább két dolog kell. Az egyik, hogy a választók úgy tekintsenek rá, hogy ez az az ember, akinek az üzeneteit meghallgatjuk. A másik pedig, hogy ez az az üzenet, amit elég sokáig és elég alaposan hallgattunk ahhoz, hogy már emlékezzünk rá. Na most visszatérve a reperezett járda lefestős példába, ez az egy üzenet eltartott 2-3 évig, amíg megragadt az emberek fejében. Na most minden más üzenettel is ez a helyzet, csak ehhez meg például az kell, hogy nem... A MKKP belső viszonyait nem ismerem, a Momentumét igen, ott átlagosan évente másik vezetés van, és teljesen új koncepció, de ez igaz nagyjából a többi ellenzéki pártra is. Na most így nem lehet politikai üzeneteket átvinni, mert az nagyon sok időbe telik, aztán ha utána még van rá pénz is, az már csak a bónusz, de munkanélkül nem megy. Helyese az az érzésem, vagy... Persze, saját érzésem, szóval milyen ellenhelyes. Max, nem igaz. De hogy ti például érzitek-e azt, hogy sokszor ki lett delegálva az ellenzéki politikusok által a munka az újságíróknak? Vagy ez csak egy rossz érzés? Amikor Fekete Győr bement a... Partizánba, igen, köszi. És hát, mint amikor a felhozó meccsen a sarki zöldségest Mike Tyson bucira veri, akkor utána az a teljes felháborodás, hogy hát de hogy ennek az lenne a feladata, hogy segítse az ellenzéket, és de hát, hogy miért kellett letarolni szegény Fegyőrt, és akkor... Én szoktam mindig azt mondani, hogy gyerekek, nézzetek sok természetfilmet, és tanuljatok meg nem haragudni az oroszlánra, amikor elkapja a zebrát, mert annak az a dolga, hogy kapja el a zebrát, és egye meg a gyenge zebrát. Aki nem nézett elég Gulyás Mártont ahhoz, hogy készüljön kekec kérdésekre és szemétkedésre, az ne menjen be a Partizánba. Igen, tehát a magyar ellenzék, főleg idősebb politikusai úgy elvárnák, hogy alájuk dolgozzon a sajtó, azért mert hülyék. Igen, és ugyanúgy az elemzőktől is elvárnák egyébként, hogy az ő ügyeiket képviseljék, de az, hogy mennyire nem hozna sokszor az ellenzéki politika önálló logikát a nyilvánosságban, arra jó példa, ezt híradós ismerőseim mesélték, hogy az egyik ellenzéki párt, ezt nem mondom el, hogy melyik, rendszeresen azt csinálta, hogy felhívta reggel a két ellenzékibb érzelmű televízió híradósait, hogy milyen témával foglalkoznak aznap, és akkor elmondták, hogy milyen témával foglalkoznak aznap, akkor abban az ügybe írtak egy sajtóközleményt, és aztán utána kijöhetett az újságíró, és meginterjúolhatta őket, hogy akkor jó napot kívánok, mi a vélemény erről a kérdésről, és akkor tudtak erre frappáns jó választ adni, mert tudták, hogy ez lesz az aznapi híradóban. Tehát teljesen lemondtak arról a lehetőségről, hogy ők tematizálják valahogy a közbeszédet, inkább idomultak ahhoz, amit a híradósok eleve is csináltak, és szerintem ez a fajta ilyen, ez az egyik alapvető probléma, szerintem a másik a közvéleménykutatás függőség, amit egyébként szerintem egy nagy párt, tehát nyilván egy akkora pártnak, mint a Fidesz, ezt hivatalból csinálnia kell, meg ők jól is csinálják, meg ezt ilyen ipari politizálásba lehet csinálni, de hogy nagyon sokszor azt érzem, hogy ez a közvéleménykutatások tovább félelem, meg a többség véleményétől való félelem, ez abban a pozícióban tol egy csomó ellenzéki pártot, hogy nem mer a Fidesz álláspontjával szembe menni. Mert azt mondja, hogy hát ha az emberek többsége úgyis migráns ellenes, akkor nekünk is annak kell lenni. Hogyha a többség támogatja mondjuk a határon túliak szavazójogát, akkor nekünk is támogatni kell. Hogyha a többség azt gondolja, hogy Ukrajna nem érdemel meg fegyvereket, hát akkor lehet, hogy más gondolok, de egyébként nem mondhatom azt, hogy megérdemelnék, mert hát akkor a szavazók ellen fordulnak. És szerintem ez a logika, ez szépen lassan morzsolja fel sok ellenzéki pártnál a potenciális támogatók maradékát, mert egyszerűen nem tudnak kitűnni ebből a kormányzati csataszajból. És ugye ez az oka annak, hogy
most vegyük például az Ukrajnának fegyverszállítások kérdését. Ha valaki ezt mondjuk felvállalja, hogy ezt csinálni kell, azzal szinte automatikusan abba a pozícióba hozza magát, hogy ő az a politikus, akit le kell ütközni a Fidesz részéről. És lehet, hogy ez először erre Budai Gyulát küldik oda, vagy valamelyik egyik ilyen kisebb ütköző embert, de a magyar ellenzéki térfélen az egy rang, ha velem ütközik a Fidesz, és nem mással. És ezt hülye módon eldobják maguktól. A kérdés egyébként szinte az ellenzéknek az egyik nyomorára is rávilágít. Tehát, hogy van ez az ellenzéki sajtó, amelyik még megpróbál normál sajtóként működni, tehát ahogy a Partizán is, tehát bemegy oda egy politikus, és ugye lerombolják. Csak ugye a magyar médiatér meg úgy néz ki, hogy ha mondjuk egy 10-es skálán nézzük, akkor abból 9 egységnyi a Fideszé, ahol ez nem működik, tehát hogy ott ugye megy a simán alákérdezés, központi kommunikáció, csak azt lehet mondani, csak azt hozzák le, amit a megfelelő helyről leküldenek, és ezzel szemben a maradék egy egységnyi médiatérbe, meg ha bemegy az ellenzéki politikus, akkor meg még ott őt a Fideszével ellentétben még le is rombolhatják. Tehát ezt csak egy ilyen adalékként mondanám, hogy ez a helyzet még csak súlyosbítja az ellenzéknek a szerepét. Három rövid. Akárkitől kérdezném, hogy Kálmán Olga volt talán az egyik, aki tematizálta ezt, hogy ő volna az az ember, aki egyébként megállapítja, hogy aztán jövő héten a DK meg az MSZP miről beszéljen, hogy bárki erről mit gondol, hogy ezért kaphatott-e fontos pozíciót a DK-ban. Jakabtól kérdezném, hogy tényleg ő tisztítja a Marci cipőjét, a Gulyás Marci cipőjét, illetve Jakabtól kérdezném, hogy a Embere utca kérdezi, hogyha így megvan, hogy igaza van-e Csokinak abban, hogy továbbra is a kutyapárt az egyetlen komoly, a legértelmesebb választás? Hát a végéről kezdeném. Csokinak a véleménye, vagy ez a véleménye, meg úgy általában jól van ez így attitűdje, az nagyon jól példázza azt, amit mondtál azzal kapcsolatban, hogy nagyon nagy igény van az emberekben a moderált kommunikációra. Valószínűleg ez valamilyen jelenlegi elvárása, vagy nagy rétegnek az elvárása, hogy valahogy így moderált válaszokat szeretne, ugyanúgy politikailag, mint a médiatérben. Hogyha például valaki nagyon beleáll mondjuk egy Fekete Győr Andrásba, vagy valami multiba, vagy az Elon Muskba, akkor abból jön a savazás, hogy hát de miért kell bántani szegényt. És szerintem a Csoki is, és nagyon sokan azért gondolnak a kutyapártra, mint egyetlen legitim választásra, mert moderált, meg frappáns. De ebből nem tudom, mennyi szavazó van, vagy lesz, vagy épül. Ez ha... Igazából nem én. Szerintem egyébként ebből lehet szavazó, és hogy most egy kicsit így a népszerűségemet itt növeljem. Én azt gondolom, hogy tehát hogy nekem az ismerőség körömben nagyon-nagyon általános ez a vélemény, és azért szerintem visszatükrözik a kutatásokban is, hogy a legutóbbi választáson, előválasztásostól, összefogásostól, stb. Az Egyesült Ellenzék az nagyon leszerepelt, és hogy Márki-Zay Péter ennek egy kicsit egy ilyen szimbóluma. És én azt gondolom, hogy az EP választás különösen ebből a szempontból egy nagyon jó lehetőség. Az EP választáson ugyebár az is van, vagy ha ennyiben talán gondolhatunk arra, hogy a nemzetközi tapasztalatokat magyarra lefordítjuk, de ugye az EP választásokat senki nem tartja annyira nagyon komoly választásnak. Sokszor tudják, hogy ettől nem múlik az, hogy megbuknak-e kormányok, nem ezen múlnak igazából a legfontosabb döntések az Európai Unióban, és ugye átmerik adni az emberek általában magukat az elsődleges pártpreferenciának. És egy ilyen helyzetben, amikor szerintem a Fidesznek a népszerűsége nagyon-nagyon-nagyon lassan, de azért ilyen inflációval, ilyen külpolitikával, stb. Egy kicsit azért erodálódik, és van egy olyan ellenzék, ami igazából nem nagyon állt fel szerintem ebből a verességből, amit a 2022-es választáson elszemelt, ez szerintem a két farkú kutya párt számára egy kiváló lehetőség, és hogy én azért úgy látom az általam ismert kutatásokban, de lehet, hogy azokat mind ti pénzelitek, hogy azért van egyfajta népszerűség növekedés, tehát hogy ez azért egy, akár két mandátumhoz szerintem egy EP választáson elég lehet. Sziasztok!
Nekem most hirtelen 4 kérdésem gyűlt föl. Az első, amire majd később is ráér válaszolni az Ésik Sándorhoz, hogy van-e neked Ésik Márk nevű rokonod? Mert szomszédom. A másik, a kutyapárttal kapcsolatban, hogy vicces, meg hogy szavazatokat gyűjt, nekem az a benyomásom, hogy a kutyapárt egyrészt nem rövidtávú szavazatokat gyűjt, hanem éppen tegnap volt egy ilyen megbeszélésünk, hogy igazából azt szeretnénk, hogy a társadalom egy olyan formájú, mondjuk aktív cselekvő polgárokból álló társadalommá alakuljon, ahol érdemes választásokat nyerni és szavazatokat gyűjteni. Csak ezt ugye nehéz ezt az üzenetet átadni tömegesen, még akár politikai elemzőknek is, de azért igyekszünk, hogy minél több helyen megfogalmazni, a cselekvő polgár a célunk. A kifejezett kérdés az, hogy valaki mondta, hogy a kutyapárt egyetlen üzenete ment, tehát hogy a járdát színesre festjük. Tényleg ez az egyetlen üzenet, ami átment? És nem, ezt csak mondtam. Jó, bocsi, igen. A negyedik pedig az Európa Parlamenti választás, hogy talán a Krekó Péter mondta, hogy a EP választásnak kicsi a súlya, de valóban kicsi a súlya, mert mondjuk az Európa Parlamenti képviselőknek, hogy bejut mondjuk 10 fideszes képviselő az EP-be, vagy 11, nekik ott kicsi a súlyuk, mert független képviselőként ténylegesen nulla szerepük van. Szakmai munkában nem tudnak részt venni, szavazni tudnak, de bizottsági munkákban nem tudnak részt venni, mert nincsen frakciójuk. Lehet ezt kampányüzenetben úgy megfogalmazni, hogy ne szavazzatok a Fideszre, hiszen a Fidesz képviselőinek nincsen súlya. Szavazzatok olyan pártokra, akik beülnek egy frakcióba és szakmai munkát tudnak végezni. Nagyon bonyolult üzenet. Meg lehet ezt fogalmazni? Akkor kezdem az Ésik irányból a választ. Az összes Ésik egy Tiszamogyarós nevű faluból származott szét az országba. Tehát ha van Ésik nevű rokonod, vagy szomszédod, ő nekem valószínű ilyen harmad-negyedfokú unokatestvérem lehet, mint ahogy például a Szabolcs megyei Fidelitas elnöke is. Ésik Árpád. Tök jó arc egyébként, tehát hogy jóban vagyunk. Fegyverbuzi, judózik, és nagyon nem szereti a migránsokat. Mi volt? Ja igen, én nem azt mondtam, hogy az egyetlen üzenete ez a járdafestős dolog, hanem hogy ez egy olyan momentum, ami átment a köztudatba. Ez egy olyan DK, ami átment a köztudatba. És nyilván számos dolog van ezen kívül is, de ha most ezt arra mondtam példának, hogy egy ilyen morzsa mennyi ideig tart, amíg beépül a köztudatba, akkor el lehet képzelni, hogy ennél nagyobb dolgok mennyi idő alatt épülnek be a köztudatba. EP választások. Én szerintem Orbán Viktor legaljasabb húzásai közé tartozik az elmúlt időszakban, pedig volt neki pár, hogy egymásra szervezte az önkormányzati meg az EP választást. Ez természetében ugyanis két tök ellentétes választás. Ugye az önkormányzati választás az a piszkos alkuk terepe. Én odaadom nektek, mi nem indulunk el Bivajbasznádon, de ti támogattok minket egyházas toportjánban típusú ilyen legaljasabb politikai alkudozások terepe. Míg az EP választás az meg egy óriási szimpátia szavazás, ahol pártkarakterek mérkőznek meg egymással, és szerintem ezért mondta Péter is, hogy az, hogy az MKKP az egy nagyon jó karakterű párt, és nagyon, nagyon sok pozitív dolgot mond, és pozitív dolgokat gondolnak róla, az ott tud sikeres lenni, nem pedig ott, hogy most Jászberényben, vagy Békés Csabán sikerül-e egy embert beültetni a testületbe. És a másik kérdésed, amit mondtál, hogy ilyen hosszú távú dolgok, meg egy társadalom jobb átétele, tök jó. Én ezt nagyon, nagyon nagyra tartom. Egy bajom van vele, hogy a pártpolitizálás az időnként bizonyos konfliktusokba, issukba való beleállást jelent, és az MKKP életében még nem következett be először, hogy az az alkalom, amikor egy olyan dologba fog belemenni, ami megosztó. Tehát jelenleg az MKKP összes dolga, amit mond, az a világ legjobb dolga. Tehát mindenki szeretne együttműködőbb, békésebb, normálisabb,
jobb hangulatú társadalomban élni. Ezek nagyon pozitív üzenetek. Az MKKP még nem kényszerült rá arra, hogy levezényeljen egy olyan, vagy részt vegyen egy olyan balhéban, mint ami mondjuk a 9. kerületi polgármesteri választás körüli balhé volt. Nem ezen lett volna a hangsúly a kérdésemnek, hanem hogy lehet, hogy fel tudnánk fújni magunkat egy lufivá, hogy mondjuk 2026-ban nagyon sok százalékot elérjünk, csak nem biztos, hogy akarjuk, mert lehet, hogy még nem érdemes. Hát ez egy elég nehéz választás, viszont ezt már majd számla ellenében fogom megválaszolni ezt a kérdést. Azt mondtad, hogy nincs olyan témánk, amit meg nem megosztó, és a fűregalizáció, csak mi álltunk be a bal oldalon ebbe az egybe. A másik, amit még szerettem volna mondani, itt elhangzott az, hogy az irónia nem megfelelő, majd ugyanaz a rendülettel azt is mondtátok, hogy a megafon átvette, és mostanában ugyanezzel operál. Ez nem azt jelenti, hogy ezek szerint mégis hatékony eszköz az irónia, hogyha megafon is a sajátjává teszi ezt? Abban hatékony, amikor fikázni kell. A finom humort nem ért. Az intellektuális humor az még egy olyan válogatott közönségben, mint az enyém is általában nem működik. Hát, bocs, de nem visszük le a humorszintet. Nem, szerintem a humor szónak a félreértése, hogyha azt az epéskedést, amit a megafonnál csinálnak, annak nevezünk. Nagyon fontos az iróniával kapcsolatban, hogy itt öniróniáról van szó, mondjuk a kutyapárttal kapcsolatban, hát ott nem. Hát ott mindenki Isten császár, és ezek a csicskák, ezek ellenzéki politikai. Ez nagyon nem ugyanaz, és szerintem ezen nem is nevet senki igazából Max kínjába. Nem, viszont az, hogy a másikat nevetségessé tenni, tehát ti nevetségessé teszitek a kormányt, a kormányzati megmondó emberek, és ez a nemzetközi trend mindenhol általában erre törekszenek az ilyen autoriter, félautoriter vezetők, azok meg nevetségessé teszik a saját ellenzéküket. És erre mondjuk erre szerintem egy jó példa, amikor az még a 2014-es választás volt, amikor akárhova elment a Bajnai, akkor ugyebár libákat terelt ki a Fidesz. És akkor ez egy olyan politikai akció, amit egyébként még a Milosevic ellen vetettek be a Szrudja Popovicsék nálunk, a hatalom vetette be az ellenzék ellen. Ez rajtatok nyilván kevésbé fog, mert hogy aki folyamatosan viccelődik, azt nem lehet úgy nevetségtárgyává tenni. Viszont ott meg jön egy kérdés ezzel kapcsolatban, szerintem az a felvetés, hogy az, hogy milyen súlytalan a Fidesz az EP-ben, ami tényszerűen igaz, hogy azt kampánytémává kéne tenni, az a maximális egyetértek. Abban nem vagyok 100%-ig biztos, hogy ezt ti tudjátok a legjobban megcsinálni. Egyrészt azért, mert ahhoz kell egy európai pártcsalád, amit ez lehet, hogy tényleg az én tudatlanságom, de jól tudom, nektek nincs még, nem? A néppártnak most nincs magyar tagja, úgyhogy egyébként azt javasolhatom, vagy azt érdemes becélozni. De hogy nyilván az kell egy európai pártcsaládot választani, illetve azt az üzenetet kell közvetíteni, hogy az európai döntéshozatalba ti nagyon otthon vagytok, ti azt nagyon jól tudjátok, és ezt nyilván úgy lehetne, hogy valami kőkemény brüsszeli bürokrata karaktert raktok mondjuk a lista első helyére, de az nem biztos, hogy teljesen azonos lenne a ti politikai imázsatokkal. De az biztos, hogy ezt a témát tematizálni, ezt nem értem, hogy az ellenzék még miért dobta be, de nem csak arról van szó, hogy nem vezhetnek részt bizottsági munkákban, nem szólalhatnak fel gyakorlatilag vitákon a fideszes képviselők, de arról is szó van, hogy egy csomószor nem is szavaznak, mi a külpolitikai döntésekben a szavazásokat folyamatosan nézzük, és egy csomószor benn sincsenek a fideszes képviselők, mondjuk az Oroszországgal kapcsolatos szavazáson, mert az a legkényelmesebb. De erre szerintem simán egy nagyon jó populista kampányt fel lehet építeni, hogy mire veszik fel az EP képviselők a pénzüket, hogyha még a szavazásokon se vesznek részt. Szerbusztok, én is inkább meg... Lehet, hogy utolsó kérdés, amire időnk van. Aha, jó, persze, nyugodtan tedd rám itt a súlyt és a nyomást. Én azt szeretném egy kicsit, hogy nekünk tegnap volt egy előadásunk a Mohos Máté Márk Maximilian Mihály Miskával, és ő rögtön elmondta nekünk, hogy működik a klasszikus sajtó. És hogy mondjuk hiába van egy sajtóközlemény, az gyakorlatilag az újságíró leszarja, mert nem érdekes. És adott pár tippet, hogy mi lehet érdekes, ami nagyjából abban merült ki, hogy majd az újságíró kiválasztja. Na most nyilván nagyon könnyen látható, így nekünk a klasszik médiában megjelenni baromi nehéz. És én azt akarom inkább megkérdezni tőletek, mert ugye az új hullámos és ennek a digitális korszaknak azért
akárhogy is miközben csináltátok, valamennyire szakövévé váltatok, hogy hogyan tudjuk azt elérni, hogy mondjuk azok a csatornák, amik a YouTube-on, Instagramon, TikTokon ott vannak, foglalkozzanak velünk. Mit tudunk olyat tenni, ami miatt nektek leszünk érdekesek, amiért mondjuk a Múzsa foglalkozik azzal, hogy csináltunk egy komoly dolgot, építettünk a Rósánékába egy balatoni stéget, hogy valami olyat adtunk a köznek, hogy ez hogy lesz érdekes a digitális térben. Mit tudunk tenni? Jobbulást. Szóval én mindig azt szoktam mondani az összes olyan helyen, ahol nekem közön volt kommunikációhoz, hogy két dolgot kell a magyar újságíróról tudni. Az egyik, hogy ami nem kezdődik egy legalább olyan ütős mozdulattal, vagy mondattal, hogy láncfűrésszel maszturbált az ismert színész lánya, azt meg se nyitják. A másik pedig, hogyha ez mondjuk speciál szerintem ránk nem igaz, de a nagy átlagra igaz az, hogy legjobb az, ha megvan írva az a cikk, hogy neki csak ki kelljen tenni. Ez amikor az MTA kutató mozgalom volt, én ott a háttérben írtam egy csomó közleményt, meg segítettem a kommunikációban. Az volt a tapasztalat, hogy azok a közlemények sültek el, amik komplett megírt cikkek voltak. Mert lusták, mint a főd. A másik dolog, amit szerintem univerzálisan ellenzéki pártok sajtókapcsolatok során el szoktak nézni, az a személyes kapcsolattartás alábecsülése. Háttérbeszélgetés, gyere ígyunk meg valamit, ezt fogjuk csinálni a következő néhány hónapban, melyik az az e-mail címed, amit olvasni szoktál. Tehát, hogy az a fajta sajtómunka nagyon sok pártból hiányzik, hogy így tudják, hogy az Ésik, aki csinálja a magyar diétás magyar muzsát, adnak a teljes neve Ésik Sándor László. Vagy nem tudom én, de ennek ellenére szereti, ha Gyurinak szólítják. Tehát, vagy ne szólítsatok Gyurinak. Tehát, hogy ez egy... Egyébként óriási dzsihád volt ebből egyszer a Múzsán, amikor én ezt oda leírtam, és azt találtam mondani, hogy ez valami tűzről pattant csaj legyen, és rám ült 70 feminista, hogy én ezzel a női szerepekbe kényszerítem őket, azóta is fölöttem van ennek az árnya. De úgy nagyjából ez az, ami a kérdésedre ez a válasz, hogy tulajdonképpen az a feladat, hogy... Van egy csomó őzike kinn az erdőben, és neked be kell őket szoktatni a kertbe. Ez pedig csak úgy működik, hogy nagyon sok sárgarépát adsz nekik. A sárgarépa lehet előkészített tartalom, lehet az, hogy kapcsolatot tartasz velük minden nap, vagy ha nem is minden nap, vagy azt mondod, hogy gyerekek, lesz egy ilyen zárt körű leülés, és akkor ezen fogunk, ahol megmondjuk, hogy nagyjából mi volt, meg adunk pár dolgot, hogy mit csináltunk. Ezt a típusú munkát én magyar ellenzéki pártoktól még egytől se láttam. Még ehhez annyit tennék hozzá, hogy egyszerűen meg ugye olyan ügyek kellenek, amik érdekesek. És ugye itt jön be, amit a Sanyi mondott korábban, hogy konfliktusokat kell egyszerűen felvállalni. Tehát egy bizonyos ponton túl az örök élet ingyensor az már nem érdekes. Tehát, hogy nem jelent konfliktus, nem jelent úgy... Igen, tehát, hogy gyakorlatilag benne van a köztudatban, hogy ez van, és kész, ennyi. Tehát ebből kicsit szerintem nektek is ki kell mozdulni, hogyha figyelmet akartok, az sajnos ütközni kell. Tehát, hogy ez a megoldás egyik fele. Igazából nekem annyira lenne a kérdésem, hogy itt felmerült az, hogy a 10 média helyből 9-et leural a Fidesz, és akkor az utolsó oszkoszkodik ez az ellenzéki paletta. Jó. Tehát, hogy ugye ez az egy maradék helyen oszkoszkodik az összellenzéki párt, a Mi Hazánk, a Kutyapárt, és amit így mondtatok, nekem egy kicsit más véleményem van erről. Tehát a Kutyapárt az elmúlt másfél évben, amióta tényleg ilyen több alkalmazottal működünk, sokkal több mindent csinálunk országszerte. Elkezdtük ugye ezeket a videós tartalmakat mi is, tehát így sokkal-sokkal érdekesebb anyagokat tudunk szerintem lerakni, mint mondjuk az ellenzéki pártok. És ezzel szemben a megjelenésben ez viszont nem látszik. Tehát, hogy a Terdik és a Láng Dávidnak a
kommunikációs munkája azért úgy, amikor kiküldjük a sajtóközleményeket, oké, fut egy-egy nagyobban, de hogy összességében én azt szoktam megfigyelni, hogy még mindig 4-5-ször akkor a megjelenés generál mondjuk az ellenzéki összefogás, meg mondjuk a Mi Hazánk egy tök érdektelen cikkel, hogy a Toroszkai lenyilatkozta, hogy így. És akkor ezzel szemben ugye mi meg folyamatosan hétről hétre csináljunk tök jó programokat, ott vagyunk az utcán, és ezzel szemben a média megjelenésünk az még mindig nem, nincsen azonos szintbe. Tehát ez, hogy ti ezt hogy látjátok, hogy esetleg ez mikor változhat, vagy hogy ez egyáltalán miért van így? Erre két dolog. Az egyik az az, hogy arra az a válasz, hogy az újságíró lusta. Az már megszokta, hogy azokat a híreket, hogy Toroczkai lenyilatkozta az akármit, abból már rutinból gyorsan gyárt anyagokat. Ti pedig még nem tartottok itt. Na most ezzel kapcsolatban hadd meséljem el azt, hogy amikor a Covid beütött, akkor a Diétás Magyar Múzsának volt valami 8 vagy 9 ezer kommentelője, és azon gondolkoztuk, hogy 10 ezer sose lesz. Nagyjából elértük a plafont. Csak jött egy olyan esemény, egy olyan időszak, amikor az embereknek hirtelen igénye lett egy bizonyos fajta kommunikációra, valamiféle olyan dologra, amit mi éppen véletlenül csináltunk, és akkor hirtelen lett 30 ezer plusz, és azóta újra lassabb ütemben növekedünk. Kardék az ukrán háború kapcsán törték át ezt a típusú gátat. Tehát, hogy igen, ennek van egy olyan időszaka, ahogy mondtad, ott vagy, igen, hogy igen, lehet, hogy már másfél éve csináljátok, és még nincs eredmény. Lesz. Tehát, hogy hajrá. Tehát olyan szempontból egy csónakba nevezünk, vagy ugyanazt csináljuk, hogy mondjuk a magunkét, beletesszük az erőforrást, kitesszük a közvélemény elé, hogy tessék elvenni, itt van a jó téma, tessék olvasni, hallgatni, fogyasztani, és nem fogyasztják. Arra vagy felbéreltek egy sok milliárd dolláros, vagy sok millió dolláros összegért dolgozó amerikait, aki megmondja, hogy mi az, amivel rögtön fog ez menni, vagy pedig beleteszitek a melót, és egyszer csak a legváratlanabb ponton fog átszakadni. De az én tapasztalatom az, hogy a következetes, jó minőségű tartalomgyártás az előbb-utóbb átüti az inger küszöböt. Hát meg annyit tennék még hozzá, hogy ha jól értettem azokat, amiket eddig mondtatok, meg hosszú távú szemléletformálás a cél és társai, akkor az a kérdés is felmerül, hogy tulajdonképpen minek? Minek akkor a sajtó megjelenés? Mert ha ti dolgoztok effekt... Hát de a... Na igen, csak ezt akarom mondani, hogy most nézzétek meg azt, hogy mit tudom én, nagyon régi példa, de hogy Jobbik. Nem, Jobbik. Bojkottálva volt az egész párt, dolgoztak, egész jól bekerültek a parlamentbe. Mi Hazánk. Nem igazán álltak velük szóba egy darabig, megcsinálták a saját originális platformjaikat, és ott elérték azokat az embereket, akiket el akartak élni. Szerintem, hogyha nektek ilyen célotok van elsősorban, hogy nem pártpolitikai babírokra törni holnap után, meg holnap után, hanem hosszú távon szemléletet formálni, akkor az pontosan egy hosszú távon, originálisan, hitelesen, konzekvensen felépített platformon lehet elérni, hiszen azzal lehet elérni azokat az embereket, akiknek a szemléletét formálni akarjátok. Hogyha csinálnátok egy nagy balhét, beleszarna valaki a ventilátorba, és akkor az egész magyar sajtó felkapná a fejét, hogy huha, ez megint egy olyan sárdobálás, amit leszok cikkezni, akkor azzal lehet, hogy elérnétek több százezer embert, de minek? Azok csak a szardobálásra mennek. Azok holnap már nem kattintanak vissza, azoknak nem lesz formálva a szemléletük, és még az sem biztos, hogy holnap után szavazatra váltható az ő véleményük. Hogyha ezek a célok, akkor nagyon jó úton haladtok azzal, hogy egy hiteles, originális platformot építetek, akár a YouTube-on, akár a TikTokon, akár az Instagramon. A cél a kérdés. És hogyha ez, akkor az így jó. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok! Köszönjük szépen a vendégeknek is a részvételt!